Mondjad, hogy mit csinál. Benne van még a tempó, ezek egyenesek. Ez a szép, jó. Nagyon jó, tempósak. Ez igazi, ahogy tanítják. Pontosan egy helyre. Nagyon tökéletes. Jó veszi közben a levegő. Tehát az igazság, hogy teljesen profilóan, ahogy az amatőröket tanítja, nagyon jó csinál. Ugye a mi ismerettségünk Pável Bélával onnan ered, hogy a 60-as évek közepétől Sajó-Szentpéteren volt minden idényi tőkölvívó mérkőzés. Ezen Béla háromszor részt vett. Ennek az a jelentőség, hogy ez az idényító versenyen a magyar box elitje Adler Zsigmondtól, Pap Lászlótól, Junghaus, Gedó, Somadi, de hát ugye ez Béla barátom tudja, hogy ezek mind részt vettek. És ő akkor még Sajó-Szentpéteren a miskolci vasutasnak a versenyzője volt. Az első kérdésem az lenne Béla hozzád, hogy hogy jutottál el Gagyapátiból a miskolci vasutas sportegyesületbe? Úgyhogy egy 8 általános elvégzés után én elmentem Miskolcra, felsőbb iskolába, gépipari szakközépbe. És akkor ott egy osztálytársam, Vidovenyec László is odajárt iskolába, és akkor elhívott egy edzésre, mert ő ugye már akkor is boxolt, és ifjúsági magyar bajnok volt akkor, mert olyan félreidős, ugye, mint én vagyok, azt hiszem, hogy ő 56-os, hát egy év van között, én 55-ös vagyok, és akkor elhívott edzésre, elmentem, és így ott ragadtam. Azt tudni kell, hogy a Vidovenyász Laci, ez egy nagyon tehetséges boxoló volt, de ti nem egy csúcsoportban voltatok. Nem. Ő, ha jól emlékszem, könnyű súlyban volt, 60 kiló. Nagyon nagy reménység volt egyébként, nekem az édesapja egy kitűnő edző, bíró volt, tehát a boxvilágban nem volt ismeretlen. Ismertem anyukáját, apukáját. Most jól emlékszem én, Béla, hogy a Vidovenyász Laci Kubába az olimpiai reménységek tornát megnyerte? Jól emlékszek én erre? Nem. Nyerte, meg ott ütötték ki, és akkor ilyen elsérülést. Értelek. Le volt, elég súlyos. Jó, mert ez beugrott nekem ez a Kuba. És akkor abba kellett, orvosilag abba kellett. Na, és akkor egy nagy ugrás. A vasútból hogy kerültél a vasasba? Úgyhogy 74-ben az arany az Avas kupán, itt volt Öcsi bácsi Szántó Imre a vasassal az Avas kupán. És akkor a döntőbe egy ember volt az ellenfelem, valami Deák Bélának hívták, egy olyan fiatal srác volt, mint én, 18-19 éves, és akkor hát úgy sikerült, hogy helyreállt ellenem. Mondhatjuk azt, hogy abban az időben, amikor te felkerültél a Vasashoz, az a Vasas a körülvesnek az arany korszaka volt, hiszen a Gedó, Junkausz, Pém Laci, Tóth Imre, tehát ott ez nem rossz csapat volt. Igen. És azért ebbe a csapatba gyökeret verni, azért az nem semmi volt. Nem semmi volt, igen. Így van, és akkor ugye te magyar bajnok lettél, ugye? Igen. A Vasasba, és akkor innen kezdődik a következő nagy sztori az életednek, hogy amikor kikerültél Amerikába, arról beszélj nekünk az amerikai élményeidről. 75-ben a Tarantyatyú bajnokságot Floridában, Miami-ban rendezték meg. És akkor Magyarország is benevezett erre a versenyre, és akkor kimentünk, és a repülőtérről autóbuszok hordtak Hungária
Lengyelország, Szlovák, stb. Stb. És akkor ugye mondta, hogy vezénylettel László papszámtól, stb. Stb. És ugye sorolt a neveket fel. Én úgy megtudtam, hogy Ali ott van, mert ugye nekem Ali volt a példaképem. Paplacival nyugodjon, ugye meg is értődött ezért egyszer, hogy én nem őt utánoztam, hanem úgy Alit. És már próbál, kezdett összejönni ez a ellépések, hátrasasszézás. Ez a jellegzetes kesztyűszkvét-típus. Igen, előre durrangattam, hátrafele mentem és előre durrangattam, hát mind aliszok. És akkor én megtudtam, hogy Ali Petrusovszky volt ugye 60-ban Rómában az olimpiai döntőben az ellenfele, és hogy ki nekem Petrusovszky, de viszont én megtudtam, hogy Ali ott van, akkor én is kerestem őt, ugye, mert ő volt a példaképem. Nekem ugye nagyobb reménység fűződött ahhoz, hogy úgy megtaláljam Alit, mert én őt már ugye láttam előtte tévébe, Fraser, Formannal, stb. Stb. Meg én ugye már ismertem. Meg hát volt egy közös szál, ugye? Mert neked ez a bizonyos lengyel versenyző, ez a nagybátyád. Igen. Igen, tehát aki 56-ban Melbourne-be játszott a Paplacival, ugye? Igen. És 60-ban Rómában az olimpián, meg a Clay verte meg. Igen. És azért volt a te neved ismerős. Igen. És akkor, na egymásra találtunk, és akkor Alival kommunikáltunk, hogy na én, ki nekem a Petrusovszky, mondtam, és akkor így lettünk barátok. Van róla közös fotótok? Van, persze. Magyarul te sparring partnere voltál a Kesztyűszkynek, kép is van róla. Igen, mert ő készített fel a döntőbe az aranykesztyű bajnokság döntőjére a Stevenson George Garvey ellen. Ő készített fel. Visszatudnád idézgetési gyerek volt, jó boxoló is volt egyébként, kitűnő horgai voltak. Ő Gyöngyösön volt katona, de ő Tatabányai. Én Tatabányai boxolókkal mai napig vagyok kapcsolatban egyébként. Mit tartottál te a legfőbb erényednek? Az, hogy ütésálló voltam. Engem padlóra nem tudtak küldeni. De hát te kemény voltál ütésben. Kőkemény, meg ütésálló, meg ütőerőm is akkora volt, hogyha eltaláltam akár hol az ellenem felett, ha bordán vagy fejen ott recsegett, ropogott a csontja. És akkor ugye nyilván, amiről nem szívesen beszélünk, az, hogy utána történt neked egy sajnálatos balesetet. Tehát erről nem is szívesen beszélek, hát erről akarsz beszélsz, ha nem, akkor... Hát olyan, miért? Hát elmondom. Olyan, hogy a montreali olimpiára készülöttünk, indulóba voltunk. 76-ról van szó. 76-ról, igen, és akkor hétvégén hazajöttem, és hétfőn indultunk volna. Hétvégén hazajöttem, akkor úgy volt motorkerékpárom, és az itthon volt. A bátyám is itt lakott, Gibárton, a nővérem Encsen, na és akkor én motorra ültem, és elmegyek, mondom, meglátogatom őket, ugye, stb. Stb. És akkor hármason forró és az encsellagazás között én előzésbe kezdtem egy teherautót, ő ugye előről
jó volt, és ő nem nézett a tükörbe bele, hogy előzi-e valaki, vagy megkezdték-e az előzést, vagy nem, és akkor ő főútról akart földútra térni. És ugye nem nézett bele a tükörbe, és egyszerűen csak elém vágódott. Ez a régi kis két és fél tonnás gaszterautó, ha emlékeztek rá. Igen, igen. No, és hát a bal első kerekébe ütköztem. A bal első kerekébe, és ezt a kis két és fél tonnás autót akkora ütközés volt, hogy így az aszfalton egy 5 centi larrab tolta. Én átrepültem a motorház tetején, ugye van ilyen hegyes orrú, kis autó volt. Átrepültem a motorház tetőn, a motor repült erre, én a már. Ja, csúnya, csúnya. Itt van, itt volt nyílt törés. De talán annak köszönheted, hogy életben maradtál, hogy ilyen erős fizikumban sportol, mert ha pontosan, ez egy magunkfajta emberrel, hétköznapi emberrel történik, ezt nem élte volna túl. Nem bizony. Nem bizony. Hát ugye voltak ilyen apróbb sérülések fejemen, ugye megnyílt a bőr, meg ilyen archolzsolódás, stb. Stb. De törés az ez volt csúnya. Nyílt törés volt, összecsúsztak a csontok, húzatták a lábamat. És akkor gyakorlatilag ez lett a karriernek végül is a vége, mert nehezen gyógyultál fel ebből, vagy felgyógyultál? Hát felgyógyultam, összeforrt a lábam. És nem próbáltad újra kezdeni? Összeforrt, egy év kiadás után én újra kezdtem. Igen. De nem bírta a lábam már az edzéseket, se felkészüléseket, nem bírta. Nem bírta, és akkor abba hagytam, mert ugye volt két-három találkozásom. Az egyik volt, ez a lábtörés után, az összeforrás után meccsjár és egy ukrán srác, meg egy moszkvai gyerekkel volt egy találkozásom. Meg a moszkvai meg Iszajev Lemesev, Münchenben olimpiát nyert. A Lemesevtől egyhangú pontozással kikaptam, az ukrán sráctól 3-2 pontarányba kaptam ki. Meccsjárt elvertem, engem hoztak ki győztesnek, de én úgy éreztem, hogy nem voltam győztes. Ott, ha nagyon igazságos lett volna a versenybíróság, ott döntetlen kellett volna kiadni. De ugye magyar bírók pontoztak, ha bár a mérkőzést egy angol bíró vezette, az a ringbíró, igen. De ott én mondtam is utána, hogy ez az ítélet, ez a versenybírósági ítélet eredmény hirdetés, ez nem volt igazságos. Mondom, itt engem hoztak ki 3-2 pontarányba, de itt, ha igazságos eredményt akartak volna hirdetni, akkor itt követett az ukrán sráctól való kikapásom, a moszkvai, mert a lábam nem bírta, és akkor a bajtom, azt mondtam, nem ki. Mert már Öcsibá is, meg a Vasasnál, ugye mindenki, hát már úgy voltam elkönyvelve, hogy a magyar Muhammad Ali. És akkor nem gondoltál arra, hogy amikor emiatt a sérülés, mert ennek sok sportolót csinál egyébként, hogy a sérülés után beálljál edzőként dolgozni? Hogy azt, amit összeszedtél, azt tudjad hasznosítani? Igen, próbál, nem, mert ide figyeljél. Az az igazság, hogy akkor el kellett volna végezni, nem az OTS-t, igen.
iskolát, igen, hogy edzői bizonyítványt szerezzek, és ugye nincs edzői bizonyítványom, meg egy edzőség, tudod, egy gyökörvívó edzőség, nem egy leányálom. Ott időre, ott lenni állandóan, idegeskedni, hogy nem egy leányálom. És akkor nekem akkor jó munkahelyem volt húsipari vállalatnál Pesten. Pesten, igen? Per, ahó. Gubacsi út, igen? Fertés, igen? Vágóhíd, húsfel dolgozó. Akkor később átmentem majd a szállításra, és akkor így üzletekbe hordtam ki, áru, hentes áru, stb. Meg volt a lóvécska is, meg ugye csordult, cseppent is, nem vágytam én a lekötöttségre. És akkor Pestről hogy kerültél az a Béla? Hát úgy, hogy anyám miatt, ugye mondtam, anyám lebetegedett 80... Ő egyedül élt itt? Egyedül. Igen? Egyedül. Igen? És akkor a kórházból csak úgy adták ki, hogy ha valaki lesz vele, mert egymagában nem. És akkor ő miatta kellett hazaköltöznem, ez a rendszerváltás ideje körül, 89 vagy 9... 88-ban, nem emlékszek, igen, már, igen, hajszál pontosan rá, hazakerültem ő miatta, és azóta itthon vagy. Azóta itt maradtál. És akkor gyakorlatilag egy csodálatos helyen laksz egyébként. Jó, mert ugye jó, megvan, friss levegő, nincs civakodás, nyuzakodás, nincs semmi, nincs irigykedés itt, akik élünk, ugye mindenki egymással haver, ha segítséget kérnek tőlem, segítek, ha én kérek tőlem, segít, tehát jó. Tehát fizikálisan rendben vagy, a sorsoddal meg vagy elégedve. Most ha én egy filmrendező lennék, lehetne rólad egy filmet forgatni, hogy egy fiú, aki megjárt a mennyet és a poklot, aki járt 8 milliós metropoliszba is, meg egy 8 fős faluba is. Hát én a életed hátralévő részében nagyon jó egészséget kívánok neked, és örülök, hogy benned azért egy igazi sportszető embert ismertünk meg. Úgyhogy hát én nagyon örülök, hogy fogadtál bennünket, találkoztunk, hogy megosztottad az élményeinket. Feltételezhető, hogy majd ez az interjú azért felkelti másoknak is a figyelmét. Én jó egészséget kívánok neked, Béla. Köszi, viszont kívánom én is. És az, hogy én, na még ezt elmondom, hogy leszázalékolt vagyok. Hogy kérdezzem, hogy a bajnokunk mit tud, amit nagyon jól meg tud főzni? Nagyon szeretem mondjuk a tojásrántottát, kocsonyát, amiben van egy kis kalória, erő, ugye vitamin, és meg aztán a kocsonyában sok mondjuk olyan jó bőrös disznó húsból, fejből csinálok kocsonyát, abban ugye van jó sok csont enyve, és a orgócsontokhoz az kell, ugye, hogy ne ropogjon. És én ugye ezekre odafigyelek. Én már 61 vagyok, de még nekem nem ropog se a vállamba, se a térdembe a csont. Én odafigyelek az étkezésre, hogy olyan kalóriás ételeket tegyek, amiben van, amire ugye tudok
még erősíteni is, mert azért, ha dolgozok, akkor ugye napi 40 kilométer, oda kell egy kis erő. Azt úgy hallom, hogy kerékpárral teszed meg a 40 kilométer. Persze, kerékpárral. Oda-vissza. És igen, meg hát olyan, hogy Miskolcra megyek, én oda is kerékpárral megyek. A Sajó-Szentpéteren is, Sarkadi Pista, ha ismeritek. Sarkadi Pista, nekem nagy haverom, én voltam ott Sajó-Szentpéteren ő nála is meglátogatni, akkor ő volt a polgármester, ott az irodájában. Nem polgár, Köszinek volt az igazgatója. Sarkadi Pista, Köszinek volt az igazgatója. Nem volt polgármester? Nem. Megyen a... Hú, megyen. Favágás közben hogy kérdezem már meg tőled, Béla, hogy a mai ökölvívást nézed-e a magyart, meg a profi külföldit nézed-e? Nyomon követed-e? Néztem a múltkor is a magyar bajnokságot. Az amatőr magyar bajnokságot. Meg aztán a... Klitschko meccset nézted? Nem néztem, csak az interjút láttam. Mert az én tévém nem fogja a Sport 1-et. Uh-huh. És az a Sport 1-en volt. És... Tehát, hogy a Kokót, a Madárt, meg ezeket végigkövetted, a pályafutás, a Kisbalsai Karcsiét, ezeket nyomon követted. A Balsai Karcsit is, igen. Most van megint egy ügyes gyerek, azt tudjad, a Kisbedák. A Bedák Zsolti. Persze, én nézem. Meg aki most a legszínvonalasabban boxol nekem, az én ízléseim szerint, az a Baranyi Ricsi. Igen? Igen. Ő, jaj, bordákra, olyan jobb egyenesek fejre, kemény. Csötönyi Sándorral beszéltem tegnap telefonon. Igen. És mondtam, hogy hozzád jövök interjút készíten, azt igen. Mondta, hogy üdvözöl, emlékszik rád. Köszönöm szépen. Ha találkozol vele, mondjátok, hogy én is üdvözlöm őt, meg kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok neki. Átadom neki.